Csak annyi volt kérdésem, hogy én miért nem merek kimenni a temetőbe egyedül. Ez volt a legelső kérdésem. És hogy félek. És mondtam, hogy félek, és akkor Judit erre megszólalt, mert még a lelke itt van. Aztán volt egy másik élő live, amiben úgy szintén bementem, hogy nagy nehezen tudott rám csatlakozni az én férjem által, az ő lelke által, és sorolni a neveket, a gyermekeim nevét, ki hol dolgozik, ki hol dolgozott, a testvérem gyermekének a nevét megmondta, mire kell vigyáznia, mi fog vele történni, illetve jaj, sok mindent, autókat, sok mindent elmondott, és mind valós neveket, amik mind valós igazak. Honnan tudhatta, soha életemben nem találkoztam vele, és nem mondtam el, még itt májvossa senkinek. Annyira hihető, mert mind valós igaz. És aki hitetlenkedik, az sajnálom, akkor nekem nem kell bejön a chat falra, nem kell vele felvenni a kapcsolatot, de szerintem a felveszi, sokkal jobban jár. Meggyőz, minden igaz, minden valós. És nyugodtan bízatok benne, higgyetek benne, mert le a kalappal. Én nem tudok rosszat mondani róla, csak jót, sokat köszönhetek neki. Elmondta az nagyitól, anyától, mindentől fogva az életmódot, és ez így igaz.